Adventi várakozásban köszönt ma otthonaikba a Városi Televízió mai adása. Nevem Friedrich Tímea, és a műsor házigazdájaként üdvözlöm a Rozsnyói Városi Televízió minden kedves nézőjét. Amíg az adás első részében rövid hírösszefoglalót láthatnak az elmúlt hét eseményeiből, a műsor második részében pedig 10 évvel ezelőtt készült archív felvételek kerülnek sugárzásra. A szomszédba költözött. Csúfolódott szemtelenül, ablakomon kopogott. A Rozsnyói járásban több mint 100 kis elsős részesült az idén beiratkozási ösztöndíjban. A Rákóczi Szövetség és a Rozsnyói és Vidéke Célalap közös 10 000 forint összegű pályázati támogatását Krasznahorka Várajai Alapiskolában és a Fábri Zoltán Alap- és Szakközépiskolában kapták meg a célalaphoz tartozó kis elsősök. A Rákóczi Szövetséget Martényi Árpád alelnök és Bajnóczi Gábor a szervezet munkatársa képviselte. A Rákóczi Szövetség Magyarországon az egyik legnagyobb civil szövetség, civil szervezet. Az ünnepségen részt vettek a Gyöngyös Halászi önkormányzat képviselői Szabó Ferenc polgármester vezetésével. Decemberben karácsonyi ajándékcsomagot kapnak a járás magyar tanítási nyelvű óvodásai. Orgonaszentelési ünnepség. Advent második vasárnapján hálaadó istentisztelet keretében adták át a református templom felújított orgonáját. Amíg a több mint 100 éves hangszert az iglói Meslár testvérek újították fel, az orgona keret restaurálása Koren Sándor rozsnyói szakember munkáját dicséri. Következő magazin műsoraink egyikében részletesen is beszámolunk az eseményről. Kicsérték és magasztalták az Isten. Életre kelt kincsestár. Karácsonyi kiállítás és vásár nyílt a Rozsnyói Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. A gyári tucatáróval ellentétben a galériában minden tárgy értéket hordoz. 16 év óta folyamatosan itt mutatkoznak be a régió kézművesei, amatőr és hivatásos képzőművészek. Az idén több mint 80 kézműves mester és művész hozta el vásári portékáját. A múzeumi keretek között zajló pedagógiai munka is része a rendezvénynek. December 18-áig tart nyitva, a kézműves bemutatókkal is kiegészült rozsnyói karácsonyi kiállítás és vásár a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. Rövid hírösszefoglaló után most 10 évvel ezelőtt készült archív felvételeket láthatnak az adás második részében. Filmkockák következnek a 2002-es önkormányzati választásokról, de Écsi Gyöngyi szivárványhangú énekes egyik videoklipjét is megnézhetik. Pedagógus elismerés és karácsonyi műsorok is színesítik az összeállítást Palcsó Zsóka szerkesztésében. Közel 15 000 választópolgárból az idei helyhatósági választásokon 5 500 adták le szavazataikat. A helyhatósági választások történetében ez a legalacsonyabb számarány a városban. Az emberek valahogy mindig változást várnak, várják azt, hogy történjen valami a városban, akkor egyszerűen nem mennek el választani. Azt mondják, hát nincs kit. December 8-án délután 14 órakor hivatalosan is bejelentése került, hogy kik kerültek ki győztesen a választási küzdelemben. Most én százalékban nem számoltam ki, de körülbelül 400 szavazattal kaptam többet a mostani választásoknál ezelőtt 4 évvel, amit én nagyon szeretném megköszönni azoknak a polgároknak, akik értékelték azt a munkát, amit igyekeztem itt 4 évig tenni. A 19 tagú képviselőtestületben 10 független képviselő kapott mandátumot. A Magyar Koalíció pártját az idei 4 éves választási ciklusban 2 városatja képviseli, ami az előző választásokkal összehasonlítva a legalacsonyabb képviselet.
Nem szeretnék most mindjárt forró, mindjárt a választások után messze menő következtetéseket levonni. Az önkormányzatok felelőssége megnőtt a polgárokkal szemben, hisz a jogkörök átruházásával önkormányzati hatáskörbe tartoznak az oktatási intézmények. A kultúrára kevesebb támogatást szán a költségvetés, és sorolhatnánk azokat a megszorító intézkedéseket, amit az önkormányzat már az előző hónapokban bevezetett. Sokkal nagyobb felelőssége van a városnak, a képviselőknek, mint az előtt. Remélem több pénz is majd kerül le a városhoz. Közművás Televízió információi szerint az új képviselőtestület 15 nap múlva teszi le a hivatali esküt és kezdi a munkáját. A szlovákiai magyarságnak egyetlen napilapja van, és ez az Új Szó. Az újságban külön oldal található a régiós tudósítások részére. A rendszeres újságolvasó azonban már hónapok óta nem találhatott újságcikket Rozsnyóról és környékéről. Ám december 1-től új régiós munkatársa van a rozsnyói járásnak, Kovács Ágnes személyében. A Rozsnyós Vidéke Alapítvány beiratkozási programjának első része az elsős pedagógusok jutalmazásával zárult. Az elmúlt héten kedves ünnepség keretében vehették át a Mikulás napi ajándékot. Bár én csak 4 éve tanítok, de nem érzem egyáltalán úgy, hogy a pedagógus meg lenne becsülve, sem a szülő szemében, se a társadalomban. Karácsony adventjében járunk. Előttünk a várakozás öröme, az ünnepek igazi tartalma. December elején érkezik a Mikulás. A csemadok nagy termébe is izgatottan várták a gyerekek, hogy milyen meglepetés hoz számukra a nagy szakálú Mikulás apró. Mi van a csomagban, megnéztétek már? Igen. És mi van benne? Hát van benne narancs, 2 szaloncukor, buba-buba és magyarú. Még ilyen sok finomság. És mivel érdemeltétek ki ezt az ajándékot? Nem tudjuk. Jó szívűek, Mikulás. Énekeltünk, meg versikéket mondtunk. Anyájat. Láttára egy csodás tények, szívükbe meg félemlének, de az angyal így szólt édes ajkal. Dicsőség fent mennyben az Istennek, szent békesség földön az embernek. Jó pásztorok, miért féltek? Nagy örömhírt hoztam néktek, ím halljátok, eljött messiástok. Advent 3. vasárnapja. A történelmi városháza nagy terméből kiszűrődő zongorajáték már jelzi a karácsonyi várakozásban az ünnepi hangulatot. Szevezess minket, betlehemi csillag! A református egyházi alapiskola tanulói karácsonyi ünnepi műsorukkal ezen a vasárnapon versek, dalok, hangszeres játék segítségével kiléptek az iskola zárt közösségéből. A missziós küldetésre fölkészülünk alaposan, ilyenkor megnyitjuk a falakat, és kimegyünk, hogy vigasztalást hirdessünk minden családnak. Szevezess
A tanulók adventi gondolatai megszólították a nézőt is. Számomra nagyon kellemes meglepetés volt a mai adventi est. Ugyanis be kell, hogy valljam, őszintén annyira gondolatdús volt, hogy időszükséges hozzá ezt feldolgozni. Ráadásul mozgalmas volt, nagyszerű volt, lendületes volt. Napos volt az idei karácsonyi vásár, amelyen minden idők legtöbb elárusító helye fogyott el. Közel 300 árus árult a portékáját a vásárban. December 23-án letette az ünnepélyes hivatali esküt városunk polgármestere és a 19 tagú képviselőtestület, amelyet egyenes adásban közvetített a Rozsnyói Televízió. A képviselőtestület januárban kezdi el rendszeres munkáját. Küszöbödre ülhessek, Uram. Jézus azért jött, hogy mindenben osztozzon velünk, és Isten felé nyisson ajtót mindannyiunk számára. Az ő döntése a mi útjaink mellett, életünk mellett alapos, megfontolt. Benne Isten igent mondott ránk. Programajánló maradt még műsorunk végére. Szélfúj a pántlikáma címmel december 13-án a Városháza nattermében gyermeknéptáncsoportok vetélkedője. Délelőtt 10:30 kor kezdődik a rendezvény.
Nyitott nap a Városi TV-ben december 14-én reggel 9 órától délután 17 óráig bepillantást nyerhetnek a Városi Televízió műsor készítésébe, az operatőri, stúdió és műsorvezetők munkájába. Márai, a Kassai Polgár című filmvetítés és könyvvárosítás a Csemadok nadtermében pénteken 16 óra 30 perckor. Adventi családi délután 14 órától a Csemadok székházában szombaton. December 18-ától 20-áig tart a karácsonyi vásár, a háromnapos vásári forgatag az éven újra visszakerül a város főterére. Új adással jövő héten szerdán jelentkezünk este 6 órakor. Kollégáim nevében is további kellemes adventi várakozást kívánok. A viszontlátásra!